Ahogy befejeződött az iskola, a PSN ZRT torna szakosztálya már napközis táborba várta a gyerekeket. Itt sok mindenre jut idő, amire máskor nem. A napközit erdeiné Békési Valéria tornaedző koordinálja. Én rögtön bevállalom azt a két napot is, mert nagyon sok szülő kéri, mert nem tud mit csinálni a gyerekekkel, és azon kívül még két hét. Az első két nap olyan 20-valamennyien voltunk, a múlt hét volt nagyon necces, de nem akartam senkit elutasítani, úgyhogy ott 50 fölött volt a létszám, és most ismét egy jó kis csoport gyűlt össze, ilyen 25 körüli gyerekkel. Nagyon jól meg tudjuk szervezni, de nagyon nagy segítőim vannak, volt tornászaim, jöttek idegen gimnazisták is, tesók, illetve ismerősök, akik ezt a kötelező 50 órás munkában múlt héten, és hát így minden szerhez tudok rakni segítőt, irányítót, és miután a szereknél megírtam a feladatokat, így tudnak segíteni is a sorrendben, például, hogy az ertreknél milyen ugrások következnek. Iskola előtti, tehát 6 éves, de fogadtunk 2-5 éves kisgyereket is, nem volt velük semmi gond, ők már járnak ide 2 éve tornára, tehát bátran bemertem vállalni, de miután 4,5 óra körülbelül az intenzív torna, ezért kisebbeket nem, egészen 15-16 éves korig vannak, de azok mondom inkább már segítők. A csapat legfiatalabb tagja Louise, akinek nagyon tetszik a tábor, sok mindent kipróbál. Talajon, ugráson, ertekkel, fehér trambulinon. Van kedvenced? A fehér trambuli, azért, mert ott tudok szaltót ugrani, mindenféle új dolgokat tudok csinálni. Én ugye év elején nagyon sokat voltam beteg és karanténban, úgyhogy akkor annyira nem tudtam fejlődni, de a második fél évben egyre többet tudtam járni edzeni és versenyezni is, úgyhogy a második fél év sikeresebben Általában ilyen házi versenyeken szoktunk itt indulni, meg diákolimpián, meg ilyesmi. Én már nagyon régóta járok így táborba, talán már 5-6 éve, és én az előző héten is voltam, és igazából azért szeretem, mert itt nagyon sok új dolgot lehet tanulni. Nagyon kiskorom óta babatornára jártam, és a szüleimmel döntöttünk úgy, hogy szeretnénk kipróbálni a teniszt, és abban szeretnének támogatni engem, és én is abban szeretnék profi versenyző lenni, viszont ott van heti egy erőnléti edzés, és arra gondoltunk, hogy akkor azt a heti egyet lecserélnénk tornára, és akkor a következő évben tudnék járni, mert engem is visszahúz ide a szívem. Nagyon-nagyon sok új dolgot tanultam, és meglepődtem, hogy ennyi megmaradt bennem, és nagyon sok barát van, aki tud nekem segíteni. Ilyen 4 éve tornászok, és nagyon jó volt szerintem az évem, hát, mert a Covid miatt nagyon sok kihagyás volt, és most, hogy így újra kezdeni, úgymond nagyobb korcsoportban jó volt, de most csak ilyen, szerintem csak ilyen megyei, meg ilyen itthon ilyen kisebb versenyek voltak, de azokon is jól szerepeltem szerintem. Most a flicket szeretném gyakorolni nagyon, mert ez kéne, meg hát most még a rundászaltóhoz is. A tábor zárásaként a gyerekek szüleiknek is megmutatják, hogy mit tanultak a napköziben. Nyáron a versenytornászok már megkezdik a felkészülést, szeptembertől pedig újra teljes létszámmal üzemel majd a torna munkacsarnok. Mindenkit várunk szeretettel, mert folyamatosan tudjuk biztosítani már 3 éves kortól szinteknek, tudásnak megfelelően a csoportokat, és aki meg a versenytornát választja, akkor van tovább meneteli lehetőség is.